egészség, felújítás, festmények, színház. Igazán sokszínű lesz Pilisi Szemlénk ezen a héten. Számos helyen járt stábunk az elmúlt időszakban, lássuk merre is. A tartalomból röviden. Átadták a Pilis-Vörösvári szakrendelő felújított alaksorát. Szélhegyi sétáim, Rákos Péter fotókiállítása. Idén is volt szűrőkamion Vörösváron. Ég és föld között festmények a Solymári Művelődési Házban. Hegedűs viola kiállítása nyílt meg a Művészetek Házában. Jelmez, díszletkiállítás és monodráma a Színház világnapján Solymáron. Lesznek hírek és ajánlunk néhány programot, tartsanak velünk ezen a héten is. Lábtörlő helye. A feleségem szerint a lábtörlőnek az ajtókilincs felőli oldalán kell lennie, szerintem középen. Így ahányszor bejövünk, mindenki a maga ízlése szerinti helyre rúgja a lábtörlőt. Közben jót mulatunk. Pickó Katalin vagyok. Eredetileg pszichiáter, és 20 éve foglalkozom párokkal. El nem tudom képzelni, miért esik neked olyan jól bámulni az embereket. Eszünk, iszunk, alszunk, szeretkezünk, nem unod még? Vagy ha már unod? Miért nem csinálsz valamit, hogy izgalmasabb legyen ez az egész, mondjuk? Ölj meg még néhány katonát, az úgy is megy neked. Hogy válassz szét még egyszer valamelyik tengert, vagy fátasztasd a bort vízzé, vagy mit tudom én. Csinálj dolgokat! Nem említettem az előző beszámolómban, de felszerelésre kerültek, és most már majdnem mindenütt azt hiszem bekötésre is kerültek, vagy bekötés alatt vannak az új térfigyelő kameráink, tehát amiről szintén döntött a képviselőtestület, tulajdonképpen már döntöttünk róla a költségvetésünkbe, szerintem már több mint 2 évvel ezelőtt. Nem volt egyszerű játék valamennyit egyesével engedélyeztetni, ugye külön az elektromos bekötést, külön a felszerelését, egyebet. You can knock me down, step in my face, slam my name all over the place. You can do anything that you want to do. Honey, lay on my shoes, but don't you step in my blue suede shoes.